A strandolókat szerencsére a tavalyi jegyárakkal tudják idén is fogadni, mondta Pálffy János, Szálka polgármestere. A szezon az június 15-én indul. Ugye általában akkor szokott, az időtől szokott jó idő lenni, és az iskolának is akkor volt vége az idén, ugyanaz nem így van, mert a gyerekek azért befolyásolják itt a megjelenést. Ez időszakig hát elkészítünk mindent úgy, hogy itt a vendégeket tudjuk fogadni. Az idén elkészült a terasznak a lefedése, napelemet szereltünk fel, valamint elkészültek a fürdők, zuhanyzók újonnan lettek megcsinálva, mint a főző és mosó helység is az idén újjá lett építve. Évek óta remek itt a vízminőség. Ennek köszönhetően megkaphatták a kiváló strand minősítést. Az elmúlt időszakot tekintve 2024-ben is egy jó szezonra számítanak. Hát az ország minden részéről jönnek, hál' Istennek, külföldiek is, és hát azt elmondhatom, hogy nagyon jó véleménnyel távoznak innét, mindig is, hogy jól érezték magukat. Itt az a lényeg, hogy azt szeretik, hogy csend, nyugalom van, békesség van, itt biztos, hogy békesség van, úgyhogy az ide látogatók ezt is keresik. Van olyan telefon, hogy megkérdezik, hogy ha lesz rendezvény, akkor nem jönnek. Ugye ez pont fordítva máshol, mert máshol rendezvényekre mennek nálunk. Az a lényeg, hogy itt csend és nyugalom legyen. Ugye ennek mi örülünk, hogy így van, mert hát ez azért jobb. A vízpart elengedhetetlen eleme a büfé. Egy kellemes árnyékos bódé alatt lehet elfogyasztani a frissítőket és a finom falatokat. Sült kolbász, hek, rántott csirkemell, sült krumpli, sorolhat, hamburger, valamint lehet lángost kapni, hotdogot lehet kapni, kávét nyilvánvaló, az mindenhol van, és most már talán vattacukor is lesz, ha minden igaz, de ez még csak tervezés alatt van. Úgyhogy a szolgáltatások azok rendben vannak, úgy gondolom, és ezt szeretik is az emberek. Hát az a lángos az ilyen helyen az főétel. Szálka egy békés, csendes, harmonikus környezetet nyújt a kikapcsolódásra vágyóknak. A tópart igazi ékességet tolnának.